Hogy élted meg, mit jelentett neked ez a hazai rendezési Európa-bajnokság? Szerintem egy életre szóló élmény marad. A tegnapi meccsen például 5000 néző előtt játszottunk, mindenki nekünk szurkolt, és ez fantasztikus és feledhetetlen élmény maradt szerintem mindenki számára. Azt az egyet sajnálom, hogy ugye az alapvetően kitűzött célt nem sikerült elérnünk, de nem szabad elkeseredni, dolgozni kell tovább, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben lesz még alkalmunk nekünk Európa-bajnokságon játszani, ha nem is hazai rendezésünk, de máshol, és ennél jobb eredményeket elérni. Igazából nem csak nekem, szerintem az egész magyar röplabdázásnak ez hihetetlenül sokat jelentett, az, hogy tényleg Magyarországon rendezhetünk Európa-bajnoki selejtezőt. Ez hatalmas szó, és tényleg azért megkönnyeztem amúgy. Nagyon, nagyon hosszú nyár után vagyunk, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Sajnos az eredmény az nem úgy sikerült, ahogy mi terveztük, de az, hogy Magyarországon a Papp László sportarénában ennyi szurkoló jött el, és fantasztikus hangulatot csináltak, szerintem még nem volt rá példa. Magyarországon is a hideg is kiráz, mert tényleg fantasztikus volt, és öröm volt itthon játszani, és remélem, hogy mostantól minden ilyen mérkőzésen ennyien jönnek majd el. Egy hatalmas lehetőségként éltem meg, hiszen ilyen fiatalon itt láttam a keretben, és játék lehetőséghez jutottam. Ráadásul hazai pályán egy fantasztikus közönség előtt minden egyes meccsen itt voltak és mellettünk álltak. Ugyan az, amit elterveztünk, hogy tovább is nem jött össze, de attól mi nagyon küzdöttünk nagyon sok meccsen, és tényleg az, hogy amilyen hangulat volt és amilyen szervezés, annak mindenképpen nagyon örülhetünk. Mi volt számodra az Európa-bajnokság pillanata? Hát igazából talán itt ez a, nem is a játékot nézzük, de itt a végén, ahogy a Lili Omritet és a Sándor Renit elbúcsúztattuk, hiszen tényleg kettő, mondhatom azt, hogy ikontól búcsúztunk. Annak meg is adtuk a módját, tehát ezek a videók is nagyon meghatóra sikerültek, és tényleg olyan szeretettel vette őket körbe ez a csapat, hogy szerintem ez mindenféleképpen emlékezetes marad nekik is, és nekünk is játékosoknak, és a közönségnek is. Először is az Észtország elleni mérkőzés, az a 3-0-es nagyon nagy élmény volt így nyitni egy Európa-bajnoki selejt, vagy nem selejtezőt, a csoportkör. És utána hát Horvátország ellen szívünket, lelkünket kitettük a pályára. Nem sikerült, de annyi tűz volt bennünk, hogy tényleg szerintem a nézők a vereség ellenére is azt mondták, hogy ezért érdemes volt kijönni. Hát nem hinném, hogy volt külön EB pillanata, nyilván az észak elleni győzelem az egy hatalmas élmény volt, valamint a tegnapi horvátok elleni utolsó szett, ami egy brutális 35-33-as szett, hatalmas hangulattal, már tényleg együtt élt a nézőtér a pályával, na az egy nagyon jó küzdelem volt, attól függetlenül is, hogy nem sikerült megnyerni a szettet. És itt most a végén, ahogy búcsúztatok egymástól is, a közönségtől, ez nagyon megható volt kívülről nézve. Igen, nagyon, hiszen két nagyon jó játékostól búcsúztunk, és nagyon jó embertől. Tényleg mindegyik nagyon szerette egymást és őket is, és nagyon büszkék lehetnek a pályafutásokra, hiszen hihetetlen utat jártak be mind a ketten. Méltó búcsút vettetek ettől az EB-től, nagyon megható pillanatok voltak még így kívülről nézve, és hát akkor ti hogy éltétek meg, amikor a himnusz közösen énekeltétek a közönséggel? Igen, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sírtam. És az, hogy Lili Omrit a csapatkapitány kellett búcsúztatnunk, illetve Sándor Renát, tehát nagyon sok éve játszottunk már együtt így válogatottban. Tényleg nagyon sok szép közös emlékünk van, és nagyon-nagyon fognak nekünk hiányozni. Remélem, majd minket is valahogy így fognak búcsúztatni.